A határmenti erdőkből, panziókból és magánházakból összeszedett migránsokat befogadó központokba szállítja a hatóság. Mivel ezek a létesítmények nem zárt jellegűek, az illegális bevándorlók bármikor elhagyhatják azokat, és újra megindulhatnak a szerb-magyar határ felé. Egyes helyeken a magyar határkerítés mindössze néhány száz méterre van a lakott területektől. Ahogy mögöttem is látszódik, már kitaposott ösvények vannak a migránsok által búvóhelynek használt erdősávok és a határ között. A helyiek, ha csak tehetik, elkerülik a migránsokat. Arra panaszkodnak, hogy a terményekben kárt tesznek, és rendszeresek a bevándorlók közötti összetűzések is. Lövöldözés például tegnap reggel itt hajnali órákban volt, ebben volt térségben, itt lövöldöztek nem messze, hogy most pont kilőtt, kirázt, nem tudjuk, ugye ilyen hajnali fél öt tájékában 7-8 lövést lehetett hallani. Ez az elmúlt időszakra jellemző. Tehát itt vannak, elég sokan vannak esti órákban csoportosan. Most volt, szaszem szombat este, pont itt a ház mellett üldözték a rendőrök, szedtek össze egy csoportot, akit itt tart az út, itt beszélgettek velük, főleg angolul, de volt közöttük szerintem a vezető, vagy valaki, aki szerb. Tehát innen szedegetik össze, de ahogy elvisznek 30-at, másik 60 jön helyettük most. Ez az időszak itt a nyár vége óta megint sokan vannak. A határ közelében élők és a földeken dolgozók sokszor látják, hogyan is akarnak átjutni a magyar határkerítésen a migránsok. Vannak ilyen izék, hogy bombát is dobanak, mit tudom, a kerítésnél szoktak. Még szurkálik a határőröket, ahol csőve, ahol vasva, amire kivesznek, és ahol szurkálik. Még kövekve dobálik. Úgy mennek át. A magyar határzár közelében található erdőkben több tábor is található. Onnan embercsempészek segítségével indulnak az éleple alatt a migránsok a kerítés felé.